A műsor helyszínét a Fészek Művész Klub biztosította. Jó estét kívánok, Járai Máté a Bóta Café vendége, 7-szer felvételizett a színművészetire, ehhez képest, hát ő ugye most meglehetősen jól a pályán van, hogy ezt nem végezte el. Volt mindenféle vidéki színházban is, jelenleg éppen Kecskemét, és hát mindenféle tévésorozat, meg hát műsort is vezet, jó hajnalban a reggelit, ugye, nem bírnám elviselni, mondta az előbb, hogy 4-kor kell, na hát azért ezt. Mégsem, még túlélő show is volt, szóval be kell belezárni mindent, hát még ilyen igazi nagyjátékfilm nem volt, de pedzegette, hogy hát, ha meg szeretné, na majd meglátjuk. Na, hogy volt ez a 7 felvétel? Én azért, hát, hülyét kaptam volna, nyilván te is. Nekem nem volt B opció, tehát teljesen egyértelmű volt, hogy nekem színésznek kell lennem. Nyilván azért az, hát azt nyilván sokan tudják, hogy azért nekem Töröcsik nagyanyám ott volt végig a háttérben, és nem is aki annyira úgy a háttérben. Nagyanyád, hogy a Már Gyula felesége volt. Hogy a Már Gyula felesége volt, és te neki voltál. Így van, így van. Tehát ugye Már Gyula legidősebb lánya az én édesanyám, és hogy ugye a Mari mama, hogy a családban hívtuk, mindig ott volt. És teljesen egyértelmű volt, hogy én engem gyerekkoromban elvittek a darabjaira. Én arra emlékszem, hogy 80-as évek elején, amikor pár éves voltam, akkor a Kalló Floriánnal főszerepeltek a József Attilában, a régi nyárban, és ő volt benne Mária, a Mari mama. Hát én azt láttam. Hát én is. És figyelj, emlékszem benne arra a jelenetre, amikor hát én csodáltam én is őt. És amikor emlékszel te is arra a jelenetre, amikor el kellett csábítania a lányának a pasiát. Igen. És hát így megcsinálta. Tehát hihető, abszolút hihető volt. Hát és utána még kicsit ki is fordult a nézők felé, hogy na, nincs még baj. Igen, nincs még nagy baj, megy ez nekem. Igen, igen. Hát ez a 80-as évek elején volt, és én akkor arra emlékszem, hogy valami olyan szinten szippantott be a színház, és hát zseniális színészek játszottak akkor a József Attilában, tehát az Andorai Péter, a Kalló Florián, a Kálvinóra, szóval a Mari mama, a Garas, szóval tényleg egészen elképesztő, hogy milyen sztárparádé volt ott. És akkor engem körbevitt, bemutatott mindenkinek, Iglódi rendezte ugye az Oroszlán télent, azt István, is láttam. Csak a fiatalok. Igen, Iglódi István, igen. Szóval, hogy hát nekem az egészen elképesztő volt, és olyan fantasztikus volt, hogy később találkoztam az Iglódi Istvánnal a pályámon, az utolsó rendezésének egyikében voltam benne, az Orpheus az Alvilágban című operetben, és az annyira fantasztikus volt, hogy én nekem gyerekkoromban az Iglódi volt a rendező. Én azt nem tudtam, hogy a színházban több rendező van. Én azt hittem, hogy vannak a színészek, és van a rendező, aki az Iglódi István. És ugye én ezt akkor annyira boldog vagyok, hogy elmondtam neki ott a rendezésekor, hogy én, amikor a Mari mamával annó jártam oda a József Attilába. Szóval, hogy a kérdésedre visszatérjek, nekem nem volt kérdés, hogy akkor ez a világ engem annyira magával ragadott, az, hogy mi történik hátul, hogy néz ki egy színház hátul, hogy hol mennek be a színészek. De téged gyakran is vittek be hátra? Abszolút, hát nagyon rendszeresen mentünk. És akkor emlékszem, hogy voltak olyanok, amiket nem engedett a Mari mama, hogy megnézek, mert azt mondta, hogy ez nagyon nem gyereknek való, ezt ne nézd meg. Na például, az hát például a Katona József Színházban emlékszem a Három lány kékben című előadásra. Vagy igen, arra, igen. Hogy például milyen korán meg akartam nézni a Cseresznyés kertet, és azt mondta, hogy nem fogod érteni. Vagy a Kozmát a Pesti Kornis Színházba, így van, a Kornis darabját, amiből azt mondta, hogy egy büdös szót nem fogsz érteni, ráadásul káromkodunk benne, meg nem tudom, hogy nem kell, hogy ez gyerek nézze, stb. Tehát, hogy egy csomó olyan darabot, amire azt mondta, hogy még ne gyere, majd meg fogod érteni, de nekem igazából nem is azt számított, hogy miről szól, hanem hogy hogyan csinálják azt. És valahogy nekem mai napig sokkal fontosabb az, hogy milyen egy előadásnak a légköre, a hangulata, mint sem az, hogy miről szól ezt pontosan. Próbáltad te mondjuk ezeket otthon leutánozni? Jaj, persze, és ő természetesen teljesen ki volt készülve, és ő haláláig mondta, hogy az utánzás az nem a színészet része. És ő szerinte egyébként neki ennek a 7 sikertelen felvételének az volt az oka, hogy nekem megvoltak a kedvenceim akkoriban. Tehát én, amikor gyerek voltam, akkor természetesen Pápai Erika, Eszenyi Enikő, Igó Éva, Kutvölgyi Erzsébet, főleg a Víg Színház színésznői, aha, Hegyi Barbara, tehát még a József Attilából, akkor színészek közül a Rátóti Zoliért, oda voltam a Józsa Imréért, a Kaszás Attiláért. Tehát meg volt, hogy mi az én ízlésem, hogy én mit szeretek, és őket lestem minden pillanatban, és nagyon jól tudtam utánozni például a Mari mamát.
És ő erre azt mondta, hogy az utánzás, azt egy civil ember is tudja csinálni, az nem színészet, az nem a része a színészetnek. Hát ez azt gondolom egyébként, ha úgy csinálod, hogy az hogy én is benne vagyok, persze. Igen, meg a karaktert is tényleg abszolút lefesti, akkor az más színészet. Én is azt tényleg gondolom. Lehet úgy, hogy csak a hangot utánzod, vagy csak bizonyos izét, hát akkor nem. Akkor nem. És akkor voltunk együtt egy műsorban, és ott természetesen a műsorvezető kérte is, mert mondta, hogy egészen elképesztően utánzom, ami tényleg igaz, mármint az a része, hogy nagyon lett. Jó, most lenni. Nem úszod meg, hát jó, most persze, akkor én nyilván. Is kérem, hát figyelj, éppen együtt lesz. Ide figyelj, Gábor, te tőlem ne kérjed, hogy a Törösikről beszéljek, mert nem azért jöttem ide, hanem azért, hogy a Járairól beszéljek. Én egyébként sok interjút csináltam vele. Hát biztos vagyok benne. Tehát úgy én azt gondolom, és amikor egy műsorban voltunk, az egészen fantasztikus történt, mert tudtam, hogy ezt nem úszom meg, és akkor kértem a műsorvezető, hogy egy kicsit légy olyan kedves, Mari mamásan beszélj. És akkor mondtam, hogy jó Hamlet, ezt az éjszín dobd le már, és a Dán királyra vers nyájas szemet. Erre ránéz, és azt mondja, te, én nem is így beszélek. És akkor persze röhögtünk, mint a fene, mert hát ugye a műsorvezetőnek nagyon is hasonlított. És egyébként nincs olyan fellépésem, ahol minimum egy dalt a lemezéről ne énekelnék el. Sőt, hát azt olvastam, hogy akartál is egy lemezt. Egy estet, igen. Egy és aztán estet? Tulajdonképpen az volt a baj, hogy a Selmeci ezt keresztül húzta, a Selmeci György zeneszerző. Figyelj, mindig, az alapszabály mindig egy. Ezt mint műsorvezetőnek is mondom. Egyszer mindenkinek ki kell mondani egyben a teljes nevét. Utána már csak lehet tudod, per, vagy a nekem per a Selmeci. Selmeci György, aki egy zseniális zeneszerző. Az alanynak nem kötelező, csak akkor nekem muszáj. Világos. Csak hát mint kollégának. Igen, persze, mint kollega a kollégának. Igen. Teljesen igazad van. Szóval Selmeci György, aki egy zseniális zeneszerző, írt egy lemezt ugye a 80-as évek elején a Mari mamának, Már Gyula nagyapámmal közösen, akinek a versei megzenésítve vannak az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a elképesztő kuplék, a Ne nézzen úgy rám, meg a Gyere te Néman, meg a nem tudom én. És én azt gondoltam, hogy talán a közönségnek is érdekes lenne egy olyan est, ahol én Törőcsik Mariról beszélek, sok esetben Törőcsik Mariként beszélek Törőcsik Mariról, ugye addigra már megjelent a Bérces könyve László. Is, Bérces László könyve, igen, és amiben rólam is szó van, és valahogy azt gondoltam, hogy a Mari mama életén keresztül, ahogy én láttam őt, amilyennek én láttam őt, az én találkozásaim vele színházban, magánéletben, abból egy nagyon jó estet lehetne csinálni. Ugye meglovagolva nyilván most a tévé adta népszerűséget is, én azt gondolom, hogy sokakat érdekelhetett volna. De ezek nélkül a dalok nélkül, Selmeci György dalai nélkül nem ugyanaz. És ő nem akarta. És ő nem akarta, mert ő azt mondta, hogy ezt a Marinak írta, a Mari mamának, és hogy neki valahogy ez nem fér bele, hogy ezt egy férfi elénekelje. Ő nem ismer engem, mi nem dolgoztunk együtt, tehát én abszolút elfogadtam az ő döntését, hiszen ez az ő szellemi terméke. Nekem csak az fájt, hogy ez ugye Már Gyula versei, amik megzenésítve igazán érdekesek számomra, hiszen ezen nőttem föl. Úgyhogy az est aztán végül emiatt elmaradt, de aztán én nem adom fel, hogy valamilyen formában ez az est egyszer megszülethessen. Ha dalok nélkül, akkor talán úgy, de nyilván fontos lenne nekem. Érdekes hogy... egyébként, hogy a Törőcsik maga az nem mert így egyedül kiállni. Tehát, hogy ő ettől frászt nem is kapott, érdekelte ez. És igen, de egyszer, ha jól emlékszem a tévében, talán, hogy valahol igen. A Már Gyula kvázi kényszerítette, azt hiszem mondhatjuk hát, ezt nyugodtan. Így, és nagyon rosszul érezte magát állítólag. Igen, ezt el is hiszem, de ott is azért ugye a kortárs nagy zsenik azért megjelentek, tehát a Kálai, meg a Major Tamás, tehát felfeltűntek egy-egy pillanatra, de valóban az egy ilyen önálló estje volt a Mari mamának. Szóval, hogy engem a színház valahogy így anyateljestül jött már olyan szempontból, hogy annyira korán jártunk Már Gyula filmjeit, például a forgatásra, meg minden, hogy nekem ez az egész világ. De akkor nyilván nagy koppanás volt az, hogy nem vettek föl. Sőt, azt is tudom, hogy a első alkalommal, mikor nem vettek föl, akkor oda mentél a kvázi ítéletet kihirdető nőhöz, és azt mondtad, hogy bocsánat, biztos tévedés. Ez tévedés. Nyilván hát, azokat olvasta föl. Nyilván elfelejtette felolvasni a te nevedet, azok között, akik felvettek. Szóval nem volt B-terv, szóval egyszerűen annyira egyértelmű volt, hogy nekem ez az utam, hogy én nem is értettem. És egyébként most így már enyhén szól felnőtt fejjel, azért tudom, hogy mai napig nem vagyok egy jó felvételiző. Tehát, hogyha engem elhívnak egy castingra, ami mostanában ugye nagyon nagy divat, hogy szerepet nem úgy kapunk meg, hogy fölhívnak és azt mondják, hogy rád gondoltunk, ilyen is van, hanem sokkal inkább úgy, hogy gyere, vagytok tizen a szerepre, hátha. Tehát akkor rögtön van bennem egy olyan, hogy na jó, de hát, hogyha van más, és akkor biztos lesz, aki jobban megcsinálja, biztos lesz, aki... Szóval, hogy ugye a hitem önmagamban azt nagyon sokat kellett építeni mai napig is, hogy bízd magadba, ez a szerep, ez menni fog.
De volt egy olyan felfogásod, hogy biztosan azért, mert hogy te téged nem találtak önazonosnak. Uh-huh. Hogy például kapásból mélyítetted a hangodat, uh-huh. de erről mondtad azt is, hogy 60 évesen is, ha majd bemész egy trafikba, akkor majd mélyíted igen. a hangot. Igen. Szóval nagyon nem fogadtam el önmagamat. Ugye egy nagyon feminin fiatal srác voltam, még ennél is sokkal jobban. Vékony hangú volt, ugye még az ijegységtől még feljebb beszéltem, és akkor aztán tényleg egy ilyen hangú, egy ilyen néni hangú fiatal fiú, akinek rengeteg haja volt, ami ide volt sodorva az arcomba, ami takarta a szememet, és emlékszem, a Marton László mondta, ugye a Vígszínház akkori igazgatója, hogy hát Máté kedves, legyen már, sodorja már a haját, nem látjuk az arcát, de az be volt lőve. Tehát én azt nem annyira szerettem, hogy azt onnan el kell sodorni. Akkor el... Tehát ez szóval, direkt oda volt, az oda volt fésülve, szóval az ki volt találva minden, nem tudom. És valóban úgy mentem oda minden egyes monológommal, hogy az kész van, abban ember ne szóljon bele, azt ne instruálja, az ki van találva, hogy a széket mikor húzom el, mikor ülök le, tehát ez a komplet... De azt magadnak abszolút? Igen, magadnak. Magamnak kitaláltam otthon, többször így eljátszottam úgy, hogy engem nem lehet megzavarni. Na most pontosan a spontaneitás hiányzott az én felvételeimből, akkor az akkor és most, ami a színház lényege, hogy ez most történik meg, uh-huh. ebben a pillanatban. És egyébként nagyon érdekes, mert ugye most nem olyan nagyon rég dolgoztam az Eszenyivel, aki azt mondta nekem, hogy arra figyelj, hogy ott annál a jelenetnél, annál a résznél, ezt most találod ki. Tehát, hogy még mindig vissza-vissza jön ez a rossz beidegződés, hogy nem itt és most, hanem ez nekem már ki van találva, és én készen hozok valamit. Szóval erre figyelni kell, hogy nem, az teljesen spontán. Na, de hát nyilván ki van találva előre. Persze, csak az ne látszódjon. Csak az ne látszódjon, hogy itt ez megmásíthatatlan. Egyébként az improvizáció, mint olyan, talán az egyik kedvenc színészi eszközöm. Tehát, hogyha valami nem úgy van, én ezt kifejezetten szeretni szoktam, és mindig reagálok rá. Voltál egy olyan darabban, és azt képzelte, hogy én még láttam is. Igen? A hajmeresztőt. Amiben improzni kell, mert ugye ez egy olyan krimi, hogy közbeszólhatnak a nézők. Bizony. Sőt, a végét meg is szavazhatják, hogy ki a gyilkos, és van többféle verzió, és annak megfelelően játszhatok el. Ugye abban te voltál fodrász, a fodrász szalon tulajdonosa, aki még homoszexuális is, amiből aztán jutott neked, ugye bőven, ebből a szerepből. Trokán Péter mondta is neked, hogy hát én 15 évig voltam az ország erdésze, te ugye most az ország melege vagy, igen. Az ország melege leszel. Nagyon jót dolgoztunk Péterrel, és nagyon bírom a humorát, tehát hogy igen, valóban így van. És megmondom őszintén, hogy én magam is úgy gondolom, hogyha egy társulaton belül egy ilyen szerepet ki kell osztani, akkor veszeg elsőként azt gondolnám, hogy ezt majd a Járai megcsinálja, mert ugye ez neki való. Mert van bennem egyfajta lágyság, van bennem egyfajta férfiaknak nem jellemző érzékenység, valamiféle hiperszenzitás erre az egészre. És valahogy az önazonosság része az, hogy már nem próbálok ezen változtatni. Én itt jegyeztelek meg. Ez ugye Győri. Igen, egy Győri produkció. Itt jegyeztelek meg, hogy hát ez a pasi veszett jó. Aztán sokáig nem láttalak, mert az az igazság, hogy te azért tulajdonképpen olyan vidéki színházakban voltál, amit, hogy úgy mondjam, ha egyetlen van ilyen, hogy szakma, uh-huh. az nem nagyon nézek. Uh-huh. Tehát nem voltál olyan helyzetben, mint az egykori kaposvári, uh-huh. hogy oda járt a szakma, vagy persze. Szolnokra, uh-huh. vagy most Miskolcra, ugye éppen, hanem hát olyan színházakban dolgoztál, hogy főszerepek főszerepét játszott, és tényleg operettől a tragikus hősig és komédiáig, és mit tudom én, gyerekdarab is volt. Ugye? Persze, minden. Alice persze, volt például. Persze. Tehát, hogy nem voltál te az országos köztudatban. Nem. Egyáltalán nem. És hosszú ideig. Igen, és nekem ez volt az a fajta vágyam, ami így nagyon meg tudta keseríteni így a szakmai életemet. Tehát ugye annyira vágytam arra, hogy engem ismerjenek országosan, annyira vágytam a szeretetre, a szakmai elismerésre egyébként, hogy aztán amikor 2014-ben Jászai díjat kaptam a Kripliért, akkor az nekem egy olyan áttörés volt, mert akkor azt mondtam, hogy na, akkor azért csak eljutott a fővárosig a hírem. Tehát hogy legalábbis, mert ugye azzal fönn voltunk Budapesten vendégszerepelni, és ott a szakma nagyon nagy része azért arra eljött. De annak is más hatása lett volna, hogyha a Kripliben ugye mi hosszú ideig ment a Radnóti Színházban, hát ott. Hát persze, éget. Nyilván. De valahogy nekem meg ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy ilyen nagy köveket
tudtam, ha lehet ilyet mondani. Tehát nagyobb köveket tudtam megmozgatni ezzel a nagyon akarásommal, mint amennyit mondjuk a kollégáim, abból a szempontból, hogy ők, nekik nem volt bennük ez a beteges vágy, hogy nekik mindenképpen el kell jutni a fővárosig, és ők csak lesznek boldogok, hogyha a közértes felismeri őket, mert bennem ez nagyon motiváló volt. És sokszor el tudom képzelni, hogy a kollégáim számára akár irritáló is, hogy megint a Járairól olvasunk, megint ment interjút adni, megint följött két mondatért Budapestre a szinkronba, tehát hogy mindenhol ott akar lenni és jelen lenni. És tulajdonképpen ennek az eredménye lett az, hogy most például az RTL klubnál nekem állásom van. Tehát nekem fontos volt, és ez az is... állás? Tehát effektíve. Hát abból a szempontból állás, hogy nekem van egy szerződésem a reggeli műsornál, igen. Tehát, hogy én nekem most egy évig biztosan még ebben az évben szerződésem van velük, aztán meglátjuk, hogy hosszabbítják-e, de ebben az évben, igen, én az RTL klub reggeli csapatának egyik tagja vagyok, és ez nekem nagyon fontos, hogy én egy másik lábam is lehet, hogy így mondjam, a színházon kívül, mert ahogy te is mondod, engem sokan ismertek, de annyira lokálisan, annyira az adott megyében, az adott színházba járó emberek, akik egyébként utána tényleg képesek voltak bármelyik városba utána jönni, és ez nagyon-nagyon jó érzés. Sokan kérdezik, hát, hogy átszerződtél mondjuk. Ha átmentem mondjuk, igen, Szegedről Győrbe, akkor bizony Szegedről jöttek Győrbe engem megnézni. A Győrből elmentem vendégjátszani a Balázs Péterhez Szolnokra, akkor jöttek oda, és a szolnoki nézőtéren láttam őket. Tehát úgy van egy komoly mag, akik mindenhova követtek engem, és most elképesztően képesek reggel 6-kor fölkelni, már akkor kezdődik az adás. Tehát, hogy és az a nagyon nagy változás, hogy most, hogy Kecskemétre szerződtem, ami ugye idén történt, most már valahogy azt érzem, hogy sokan érzik azt, hogy ismernek engem, holott soha nem láttak színházban. Hanem a tévéképernyőn keresztül, a sok minden, amit a Felkonfban mondtál, hogy én aztán tényleg megjártam a Survivor-t, meg megjártam a Nyerőpárost a feleségemmel, meg ott voltunk megöregedni a Friderikus Sándor műsorában is. Tehát, hogy annyi ismert, vagy népszerű, vagy sokak által nézett műsorban voltam benne, hogy bár színészként nem ismertek, de mint ember megismertek, az vagy szimpatikus, vagy nem. De ha utána eljönnek színházba, általában sose csalódnak, és nekem ez a legfontosabb visszajelzés. De egy ilyenből tényleg megismernek, mint embert? Meg hogy mondjam, ugye hát előtted itt volt Jakubcsek Gabriella, és vele beszéltük, hogy hát bizony sok minden nem egyezett az ő ízlésével, amit maga vezetett, uh-huh. És nem biztos, hogy elmondta, hogy nem is azokat a vendégeket hívná a mostani műsorába, gyakran, akik jönnek. Hogy ezzel te hogy voltál? Tehát, hogy jó, ismert leszek, de időnként nem volt olyan. Azt tudom, hogy a túlélő show esetében először azt mondtad, hogy na hát ez biztos nem nekem való. És akkor a feleséged meggyőzött, hogy na hát mekkora lehetőség. De hát azért nyilván sokan voltak, akik el is húzták a szájukat, hogy na a Járai ilyet csinál. Igen. Szerintem sokat változott ez. Én még emlékszem arra a műsorra, amikor a Stoll András, az Alföldi Robert és a Csákányi Eszter voltak a vendégek az Asher Tamással együtt, és ott pont arról volt szó, ez a 90-es évek voltak, amikor megjelent, vagy 2000-es évek elején, amikor megjelentek a kereskedelmi televíziók, és ugye a Stoll András és az Alföldi Robert mind a ketten pont a reggelibe kezdték a tévés pályafutásukat, igen. És köszönhettek neki országos ismerettséget, hiszen ők azért mind a ketten fővárosi színészek voltak, egyik a Katona, másik a Víg tagja, de mégiscsak az, hogy a vidéki néni is tudja, hogy az Alföldi Robert, az kellett, hogy ő bizony egy kereskedelmi műsor reggel. Na most az rengeteg változott. Jó, a Stolt ki is rúgták miatt a katonát. Így van, illetve azt mondták neki, hogy vagy ez, vagy az. Igen, tehát és ő meg azt választott. Ma már ilyen nincs, sőt valahogy azt érzem, hogy a reklámérték az nagyon-nagyon megváltozott. Tehát régen nem volt kérdés, hogyha valaki bármelyik vidéki színházba eljátsza mondjuk az Annak Kareninát, vagy eljátsza, hogy mondod, a Hajmeresztő főszerepét, vagy eljátsza a Kripli főszerepét, abban, ha más nem a filmszínház muzsikában, biztos egy kicsi cikk meg fog jelenni, tehát legalább a nevét ismerni fogják. Ma ez már ilyen nincs. Meg rengeteg tévéközvetítés is ott vidékről is. Pontosan. Tehát ez már mind nincs, abszolút nincs. Most már tulajdonképpen a sorozatokban is a legjobb színészeket látjuk. Most már hát nem mindig, de... Nem mindig, de sokszor föltűnnek olyanok igen, is. Sokszor, igen. Igen. És én azt gondolom, hogy az a generáció, amikor én színész akartam lenni, és őket csodáltam, lásd Eszenyi generációja, Pápa Jerika generációja, Trokán Péteré, ők megtehették, hogy ebben még nem vettek részt. Én azt gondolom, hogy az én generációban már nagyon kevesen engedhetik meg maguknak azt, hogyha jön egy olyan lehetőség, hogy országosan megismerjenek téged, és megmondom, hogy miért, mert bizonyítékom van arra, hogy azok az emberek, akik engem ezekben a műsorokban láttak, utána eljöttek a színházba. Ez mi az a bizonyíték? Hát az, hogy nekem levelet írtak, hogy ők azért vannak itt ma este, és fotózták le a
a jegyüket Kecskeméten, azért nézik a Cirkusz Hercegnőt, vagy azért nézik az Egyszer Három, Néha Négyet, vagy azért nézik a Primadonnákat Győrbe, mert engem láttak a tévébe. Szóval nem egyszer van, hogy megvárnak előadás után, és azt mondják, ők most láttak először engem színházba, ők mindig csak a tévébe láttak, de hogy ők ezentúl színházba fognak járni. És azt gondolom, hogy ha ez nem egy, hanem akár 10-15 ember, már ez egy nagyon-nagyon nyert ügy. Jó, de ettől még a kérdés, az kérdés maradt, hogy egyeznek-e ezek az üzléseddel? Attól függ. A Survivor egyértelműen azt mondtam először a producernek, hogy ez teljes nonsens. Hát mit keresnék én, akinek mindig illik a nem tudom, a nyakkendője a cipő fűzőjéhez, tehát hogy nem létezik olyan, hogy én ne úgy mennék el valahol, hogy én nem érzem magam komfortosan vagy önazonosan. Te nagyon pöpecen öltözködsz? Igen, azt hiszem. Tehát így pöpecen igyekszem. Most is vállalt, tehát ez a zakó például, érzem, hogy az óra ki van hozzá találva. Igen, ki van találva, minden, igen, egy szín van rajtam, igazából a barnán kívül az a piros, ami visszaköszön a cipőmön. Tehát úgy igyekszem erre odafigyelni, igen, és mindig igyekszem illatosan és tisztán menni mindenhova, mert az nekem jól esik, ha megjegyzik rólam, hogy egy ápolt ember benyomását keltem. De ez is egy megfelelési kényszer. De válaszolva a kérdésedre, tehát az, hogy engem lenőtt szakállal, egy hónapja nem mosott hajjal, visszakonkorodó körmökkel lássanak, az nekem egy ilyen rémálom volt. És talán arra gondoltam, hogy ez a lehetőség, hogy én viszonylag biztonságos körülmények között kipróbálhatom, hogy hogyan állnék helyt egy ilyen helyzetben, arra meg azt mondtam, nem beszélve arról, hogy azért pandémia volt, ne felejtsük el, és a színészek többsége pizzafutárnak állt, tehát anyagilag sem volt egy rossz dolog. Én azt gondolom, hogy nem tehettem meg, hogy nemet mondjak, és mai napig újra megcsinálnám. Méghozzá azért, mert azt gondolom, hogy nekem sokkal többet ad egy ilyen műsor, mint amennyit elvesz. Természetesen rengetegen mondják azt, hogy miért nem marad a Kaptafánál, hiszen ő színész. Ha én a Kaptafánál maradtam volna, akkor mi itt nem beszélgetnénk most, mert bár te láttál engem egy fesztiválon, de egyszerűen a közönségednek vagy a nézőidnek nem tudnád eladni ezt a műsort most. Azért fogják ezt megnézni, mert kíváncsiak, hogy a Járai Máté a színházzal és Botta Gáborral hogy beszélget. Tehát, hogy ez egy kölcsönhatás. És én azt gondolom, hogy nekem ez lett az utam, hogy lehetőséget kaptam egy műsoron keresztül, hogy megismerjenek szélesebb körben is. Akkor is kimentél volna, illetve hát így mentél ki, mert tudtad, hogy már nagyon beteg Töröcsik Mari. Uh-huh. Hogy valószínűleg, hogy mire visszajössz, már nem lesz. Tehát nem vagy ott a halálánál, nem vagy ott a temetésén. Uh-huh. Én ezzel teljesen tisztában voltam. Akkor már jöttek a hírek a nagynénémtől, hogy nagyon rossz állapotban van. De azt is tudtam, hogy ő mindenféle felhajtástól mentesen szeretné a temetést lebonyolítani. Az is teljesen egyértelmű. Nem akart állami temetés? Nem. Szórják szét a Tiszában. Így van. És ne legyen ott senki, csak a Teréz, az én nagynéném, az ő lánya, és annak a barátja Zoli, és ott egy csónakról szórják be a Tiszába a hamvait, és ennyi legyen a búcsúztató, hogy semmiféle ilyen nagy állami nagy megemlékezés, meg hogy ott legyen a kormány, meg ott legyen az egész szakma, meg mindenki Isten őriz. Tehát, hogy ő a szerénységét még a halálába is tartotta, hogy ezt nem. Én pontosan tudtam, hogy... Ezt ő végrendeletben rendesen. Abszolút, ezt ő kérte a Teréztől minden alkalommal, és már amikor még bőven élt, és még egyáltalán nem volt rossz paszba, is tudtuk, hogy ő ezt így szeretné. Hogy a Tiszába. Aha. Szórják bele, mint ahogy már nagyapám a Bajánál lett beleszórva egyébként a folyóba, mert ez volt az ő végakaratuk. Tehát ebben senki bele nem szólhatott, és nem lehetett állami temetést csinálni csak azért, mert más akarta. Olyan furcsa volt, mert valahogy a szakma nem is igazán tudott tőle elbúcsúzni, ezáltal ugye volt egy emlékest, egy gálaest az ő búcsúztatására. Ezt ott voltam, ez egyébként elég szép. Igen, és például ott engem nagyon-nagyon bántott, hogy én azon nagyon fel akartam lépni, és nagyon ott akartam lenni. És nem hívtak meg? És nem. És ugye nézőként meg voltam hívva, de én akkor meg talán nem tudom, játszottam, vagy valami volt, de mindegy, de hogy nem. De akkor nem lehet egy telefont fölvenni? Igen, lehetett volna. Az már olyan snassz. Nézd, a 80. születésnapján is felvettem a telefont, és azt mondtam, hogy én ott szeretnék lenni. Tehát most a pályán lévő színész vagyok, már ismernek. Azért meg nem tudom, hogy legalább egy dal erejéig hagyj köszöntsem fel én is a színpadról. Tehát nem csak a színfalak mögött egy szávirággal, hanem hogy én is szeretnék ott lenni. De valahogy ebből a szempontból a szakma, ha így mondod, mindig olyan nehezen fogadja ezt el, hogy most ki is ez az ember? Most ő egy tévés celeb, vagy azért játszott tőlem, tehát ha akar valaki, akkor utána nézhet, hogy azért nem csak erről van szó. És amire én nagyon-nagyon vigyázok a tévés munkáim mellett, az mindig az, hogy én elmondhassam, és bárkit elhívhassak egy előadásomra, hogy én egy színpadi színész vagyok. Tehát, hogy én mindig mondtam, hogy évi két munkát, azt én mindig, ameddig csak lehet, én szeretnék csinálni. Lehet, hogy nem többet, mert az a tévés munkák mellett már halmozás lenne, de jövőre is például három új munkám lesz, mert úgy voltam, hogy a színpadot azt nem adom. De közben celeb funkcióban is ott vagy, ezen nincs vitatni, miközben te egy interjúban kifejted, hogy hát
ugye nálunk a celeb az nagyon rosszul hangzik, de hogy az tulajdonképpen valamiben első, meg példamutató a szó eredeti értelmében. De akkor megkérdezhetem, hogy miben vagy te első, meg példamutató? Nézd, nekem nagyon-nagyon fontos volt az, hogy mintha 40 éves korom után jött az országos ismertség, és szándékosan nem népszerűséget mondok, mert én nagyon megosztó ember vagyok mai napig is. Főleg ugye az internet népe az kőkemény, szóval nem arról van szó, hogy egy előadás eljön egy kritikus, aki mondjuk rosszat ír rólam, de tudom, hogy ő egymillió előadást látott életében, és valami miatt ő úgy érzi, hogy az én alakításom most nem volt helyes, mert az is egy dolog, és az is nagyon tud fájni, de akkor azt lehet mondani, hogy a közönség ünnepel estéről estére, nem olyan szörnyű ez. De egy-egy ilyen műsor után azt se tudod képzelni, hogy az ember mit kap. De ehhez nem kell színésznek, vagy nem kell celebnek. Azt is mondod, hogy a kommentekben boxzsáknak abszolút, használnak. Abszolút, és ez tényleg így van. Tehát aki ma ismert ember, és döbbenten látok olyan színész kollégákat, akik azt mondják, hogy na hát ők ezért nem mennének el soha egy ilyen műsorban, mert ami utána ránk vár, de így komolyan mondom. De miket kapsz? Hát ide figyelj, a bár kerül lélegeztetőgépre től, egészen odáig, hogy rohagy, szóval a legaljább, te mocskos utolsó féreg, ezt miért, mi, hogy mertél, hogy beszéltél vele, hogy... Tehát minden olyan, ami a műsorban őket teljesen lázba hozza, és úgy érzik, hogy valami igazságtalan döntés volt mondjuk egy ilyen bulvár celeb műsorban, ahol ott egymás ellen voltunk, például ebben a Survivor-ben. Szóval, hogy annyira közben meg annyira egyszerű az emberek véleményét változtatni, tehát hogyha te egy szerető családapa vagy, aki mellett van egy feleség, és minden nap lefotózkodsz a feleséged növekvő pocakjával, akkor te egy jó ember vagy. Az nem kérdezi senki, hogy csavargatod-e a terhes feleséged kezét, amikor senki se látja, vagy hogy eljársz-e az éjszakába más nőket esetleg felkeresni. A senki nem kérdezi, a látszat, ha kirakat rendben van, akkor rendben van. Én azt gondolom, hogy abban vagyok talán első, hogy soha semmi olyat nem lehetett tőlem kérdezni a múltamból, amire ne válaszoltam volna őszintén és tiszta szívvel. A szüleim alkoholizmusáról, arról az idegösszeomlásról, ami 19-ben engem kórházba küldött gyakorlatilag, mert egyszerűen annyira túlvállaltam magam, gyászesett a halálba, stb. Azt gondolom, hogy minden nemű másság felvállalásra, minden nevű olyan dolog, ami nehézséget okoz embereknek a hétköznapokban, azt én vállalom teljes messzileséggel, méghozzá azért, hogy ezekkel a nehézségekkel, ezekkel a keresztekkel is el lehet jutni oda, ahol én vagyok. Tehát magyarul lehet egy jó egzisztenciával rendelkező színész, aki mondjuk nevezzük celebnek vagy akárminek, bár Magyarországon ez valóban pejoratív, és én nem példát akarok mutatni, hanem a saját fájdalmaimat és nehézségeimet és örömeimet szeretném bemutatni azáltal, hogy ez igenis érzékenyít sok esetben. Tehát én nekem ezzel van küldetéstudatom, hogy nagyon nehéz gyerekkorból is el lehet jutni oda, hogy tudjon magának venni az ember egy jogszabású szakút. Hát én már gyerekkoromban emlékszem olyan dolgokra, amikor például hazamentem az első felvételimről zokogva, hogy az édesanyám jobban zokogott, mint én, és azt mondta, hogy kukás sem lesz belőle, tehát te mindig színész akartál lenni. Holott az ember akkor arra vágyik, hogy átölelje az édesanyja, és azt mondja neki, nem baj, jövőre megpróbálod, te vagy a világ legtehetségesebb embere. De hogy sajnos nem ez volt, hanem a szélsőségek, a kétségbeesés, a semmi nem lesz, a minden pokol és mennydörgés, szörnyűség. Tehát úgy valahogy mindig ilyen Macbethi mélységekbe tudtunk menni otthon, és szóval ilyen nagyon teátrálisan éltünk, és tényleg a leg... Ez mi üvöltözést jelentett? Ő nem feltétlenül, és soha nem erőszakot egyébként. Tehát engem iszonyatosan szerettek, és ezt mindig el kell mondanom, hogy úgy is lehet élni, hogy nem kell rettegni attól, hogy az apám majd részegen jön haza. Rettegni lehet azért, hogy az apám részegen jön haza, hogy esetleg bizonyos dolgokat nem fog tudni velük megbeszélni, hanem nekem egyedül magamnak kell megoldani. Amikor tinédzser korban az embert tombolnak a hormonok, amikor nem szereti viszont az a lány, akit nagyon szeretne, amikor a felvételiről ötödszörre hazamegy és nem sikerült, amikor benne van a pakliba, hogy soha az életben nem fogod azt csinálni, amire úgy érzed, hogy születtél, vagy amire nagyon vágysz. Tehát hogy olyan nehézségek, amik mindezek ellenére is én azt gondolom, hogy ki lehet jutni a fényre. Töröcsik nagyanyám mondta mindig, te a kút fenekéről kapartad ki magad a napfényre, és ez csak is kizárólag magadnak köszönhető. Igen, mert ő állítólag egyáltalán nem volt hajlandó, soha. Mert protekciót nem. Azt nem. Nem, és mindig azt mondta egyébként, és azt is sok helyen elmondtam, de mégis csak nagyon fontos, hogy a tehetség, a kvalitás, a kitartás, az önmagadban vetett hit, az utat tör magának, mert egyszerűen másképp nem lehet. Hát tehát, vagy sem, sajnos erre azt kell, hogy mondjam, jó, azért most gondolom, Sósimrére gondolsz most, ne, például. Sokakra gondolok, okay. Üstökösként indultak.
és vagy magukat emésztették föl, vagy őket nyomták le úgy, vagy tették lehetetlenné. Ez mindig az bizonyos szempontból, én sem kaptam lehetőséget, hogy én mondjuk egy fővárosi színházban megmutatkozzam. Most nem az elnyomásról beszélek, hanem egyszerűen nem is jutottam olyan helyzetbe. Ez mai napig böki a csőre? Persze, természetesen. Tulajdonképpen szeretni a katonában, Radnótiba, az Örkénybe, úgy lehet. Hát nem pont ezekbe, de hogy nagyon szeretném, hogyha egy fővárosi színházban, igen, azt nagyon szeretném, de megmondom, hogy ez is nekem miért nagyon fontos. Mert annyira most egy nagyon neves rendezővel beszélgettem a reggelibe. És ő, amikor megkérdeztem, hogy kik játszanak a filmben, akkor anélkül, hogy igazán sorolta volna, azt mondta, hogy hát a legelitebb fővárosi színészek játsszák a főszerepeket, maradjunk ennyiben. És akkor ez kapás és nem csak ezért, hanem valahogy azt érzem, hogy ez még mai napig így van, tehát hogy annyira vízfejű az országunk, és ez tényleg így van, hogy Budapestre koncentrálódik minden. Az első döbbenet számomra az volt, amikor a Szegedi Nemzeti Színházhoz szerződtem 2005-ben, az volt az első közszínházi szerződésem. Székely József volt az igazgató akkor, aki tényleg gyakorlatilag apa-fia viszonyban voltunk, és én nekem az ő halála is nagyon-nagyon megrázott. És, szóval tényleg ő volt az első, aki tulajdonképpen segítő jobbot nyújtott nekem azzal, hogy ő fölvett a színházába, ahol én 5 évig csodálatos szerepeket játszottam. És rendezett egyébként többek között engem a Zsótér Sándor, tehát hogy olyanokkal találkoztam a pályán, Király Levente, aki ugye ott egy zseniális ikon a Szegedi Színházban, tehát hogy vele játszottam együtt a Lír Királyban, szóval hogy olyan emberek voltak ott és tanítottak a pályára, akiktől mai napig úgy érzem, hogy rengeteget kaptam. És akkor ott Szegeden egyszer csak azt mondták a Varrodában, hogy hát ezért az anyagért föl kell mennünk Pestre. Hát a cipődet Pestről hozzuk, és a flittereket meg szintén Pestre. És akkor azt mondtam, hogy Jézusom, és akkor döbbentem meg, hogy tulajdonképpen mindig vannak dolgok, amiket csak Budapesten lehet beszerezni. Vannak színészek, akiket csak Budapesten lehet látni. Miért nem fogad be szerinted a szakmának az a része, amelyik szeretnéd, ha befogadnám? Azért nem, mert egyrészt a szakmának nagyon jelentős része még mindig a Színművészeti Egyetemről válogat, ami teljesen normális, hiszen ha oda felvettek, és ott tanítanak azok, akik később színházigazgatók lesznek, stb., akkor nyilván normális, hogy a saját tanítványai közül preferálnak valakit. Amikor én országosan ismert lettem, akkor éppen minden színház a pandémiával volt elfoglalva, és azzal, hogy a saját társulatát megmentse bármilyen szinten is, és hogy ne pizzafutárnak álljanak, hanem tudjanak neki havi fizetést adni. Én nem mentegetem ezt a dolgot, én csak annyit mondok, hogy valahogy sosem voltam olyan helyzetben, mint ahogy te mondjuk láttad a Hajmeresztőt, nem sok színházigazgató mondhatja valószínűleg, hogy ott volt ezen az előadáson. Mert mindenki a saját színházát próbálja menteni a nehéz anyagi helyzetekben, és nem azzal foglalkozik, hogy a színművészetén kívül bárhova is ő azért menjen el, hogy találjon figurákat. Ráadásul 40 éves elmúltam, tehát valószínűleg most nem egy pályakezdő fiatal színész vagyok, akire azt mondják, hogy na, ez izgalmas, ez érdekes, nézzük meg, hogy mit tud. Ez így marad, vagy át tudod ezt Nem tenni? Tudom, én abban reménykedem egyébként, hogy most már egyre több színház van úgy azzal, hogy a nézőket be kell hozni valahogy. És én bízom benne, hogy az csak egy első lépés lesz, hogy engem ismernek a tévéből is. Tehát, hogy például az egészen döbbenetes, hogy engem az internet népe jobban ismer, mint egy számunkra legkvalifikáltabb színházban lévő, vagy legfrekventáltabb színházban lévő színészt. Tehát biztos vagyok benne, hogy például a Fekete Ernőnél engem többen ismernek, hogy ki vagyok. Lehet, hogy nem a szűk szakmában. Miközben a szűk szakma sokkal többre tartja pontosan, őt, mint téged. Így van. És díjakkal van elhalmazva. Így van. De ő a katonában hát játszik. Jó is. Így van. Zseniális dolgokat, meg minden. De ő lehet, hogy nem is vágyik erre, mert neki nincs. Nem is kell onnan kitörnie, hiszen ő abban van, amiben akar, a legminőségibb színjátszásban. De egész más lehetősége van annak, aki Varga betűk útján jut el oda, ahova. Tehát lehet, hogy én úgy fogok esetleg egy fővárosi színházban játszani valaha, hogy azt fogják mondani, hogy na, erre a fickóra lehet, hogy bejön. Figyelj, a Wikipédiánál oda van írva egyébként, sőt azzal kezdődik a szerepeit felsorolása, talán nem véletlenül, hogy budapesti előadások, aha, és akkor ott van néhány, és néztem, és bevallom, hogy nem tudom, hogy milyen budapesti előadás, mik voltak. Képzeld, hogy én rengeteg budapesti előadásban voltam, különböző pincékben, padlásokban, stb., de ezek abszolút olyan, tehát rendes, abszolút színészek voltak, tehát én a Kovács Krisztával dolgoztam együtt nagyon sokáig, aha, neki voltak ilyen rengeteg színházi próbálkozás és produkció, amire egy-egy produkció erejéig összejöttünk, de a Szalai Kriszta, a Majsa Nyilas Tűnben. Igen, ezek rendszerint ilyen néhányszor. Így van, pontosan. Tehát
ezek néhányszor mentek. Aztán a Miklós Tibi Színházában dolgoztam egy ideig, a Piccolo Színházban, ahol főleg akkor fiatal, hát 20 éves voltam, zenész színházak csináltam. Nem voltam benne a Rendben például. A Rendben pont nem voltam benne, de aztán később Győrben eljátszottam azt a szerepet egyébként. A transvestita fiút egyébként. De hogy igen, ugye ez van... Hát állítólag, amiatt rúgták ki az igazgatót. Nagy Viktor. Viktor, mert ezt fölmerte tenni a nagy színpadra, mert a Pince Színházban még csak Rendben van. Így mert ebben aztán van minden. Van. A drogtól kezdve a homoszexualitásig. Így van, és férfi csók, és minden van benne, és nekem egyébként megmondom őszintén, hogy mai napig hálás vagyok ezért Nagy Viktornak. Egyrészt a Kabaré főszerepére szerződtetett le engem oda 2010-ben a konferencié, amit aztán kétszer is eljátszottam még utána, Szolnokon is egyébként, és hogy az egészen fantasztikus találkozás volt azzal a bátorsággal, amit ő képviselt, ez ugyanakkor az állásába került, de hogy 2010-ben Magyarországon egy 600 férőhelyet, vagy egy 600 embert befogadó színházban a Rend, az 16 előadás után le kellett venni, annyira felháborodtak rajta az emberek. Tehát, hogy miből állt a felháborodás? Akár hát abból előadás közben volt akár neki abból, igen, például, vagy az, amiket kaptunk mi színészek, hogy ezt miért kellett elvállalni, ezt miért kellett bemutatni, kitakarták a színpad azon pontját, ahol én jöttem női ruhába, mint transvestita. Mert hogy ez egy milyen keresztény... Hát, hogy így csináltak, hogy így kitakarták a tenyerükkel, ja, hogy azt oda se kelljen nézni. Igen, az első sorban abszolút... hogy ezt eláttad, hogy nem persze, akarnak hogy nem is akarnak oda nézni, mert hogy ez nekik annyira felháborító. Miközben én valahogy mindig próbáltam színészként is arra törekedni, hogy a Kripliben is, és az azért talált meg nagyon az a főszerep engem, ugye ott egy fogyatékkal élő fiúról van szó, aki halálos beteg. És valahogy ott is nagyon fontos volt nekem, emlékszem, Szlovákiából jöttek diákok megnézni az előadást, végig röhögték, kacagtak, hogy én hogy beszélek, hogy húztam a lábamat, hogy vagyok sánta, hogy oldala állt a szám, stb. És végig röhögtek, zavarukba is, meg minden. És volt egy monológ, ami arról szólt, hogy ezt a bizonyos Billy fiút, hogy kigúnyolják, kicsúfolják, kiközösítik az iskolában. És ezt a monológot odaálltam eléjük, és ugye stúdiószínpad volt, tehát így ennyire ültek tőlem, mint most te. És a szemükben mondtam, hogy minden nap kigúnyoltak, és az iskolából hazafele megdobáltak. És jobban tudjátok, hogy ugyanolyan érzéseim vannak mindenkinek. És akkor ott történt valami, amire azt mondom, hogy ez a színház varázsa, hogy néma csönd lett, és egyszerűen elgondolták azt, hogy Atya Úristen, akkor lehet, hogy ezt nem helyesen gondoltuk. Képzeld el, nekem volt egy ilyen élményem, gimnazisták voltunk, savarokkal beültünk a Vidám színpad, kis színpadára, és Kellér Dezsőt konferált. És nem tetszett nekünk az öreg. Na ilyen, mit tudom én, cikizte a Jancsót, ugye akkoriban, mi megimádtuk a Jancsót, ilyen. És ilyen plépofával ültünk az első sorban, nem röhög, hát mi nem, tehát demonstrálva nem röhögtünk. És addig dolgozott a Kellér, míg megvett minket kilóra. Tehát ő is ezt csinálta, hogy akkor direkt nekünk. És nem hagyta annyiba, tehát nem ment úgy le a színpadról, hogy a végén nem röhögtünk. Hát ez ugyanaz az eset, abszolút. Igen. Tehát én is azt gondolom, hogy ez a színészet igazi missziója számomra, hogy van olyan üzenet, ami azt tudja mondani, hogy ja, kérem szépen, bocsánat, tehát ezt nem gondoltam volna. És tulajdonképpen ezt érzed missziónak, ugye két sorozatban is meleget. Uh-huh. Játszottál vagy játszol? Van ez még? Nem. Mert én nem nagyon nézek sorra, ezért nem tudom. Nem. Melyik is volt ez a kettő? A Fapad volt az egyik, azt a Duna TV adta, és aztán tulajdonképpen amivel nekem az RTL-es pályafutásom, hogy így mondjam, elkezdődött, az a 200 első Randi című sorozat volt. Ahol Gáspár Katával játszottunk együtt, a legjobb barátokat, meg minden, aki egyébként emellesleg meleg volt, és annál a rádiónál, ahol a főszereplő dolgoztak, ő a Divatrovatnak volt a szerkesztője, ez a fiú, akit én játszottam. Hát szerintem keresve se találtak volna nála a megfelelőbb embert, én bozasztó boldog voltam ettől a szereptől, imádtam a karakteremet, ugye Bencének hívták, utána sokáig az utcán Bence, és talán az volt az első olyan, ami egy picit megindította az én országos ismertségemet, mert azért sokan nézték ezt. Ez egy baromi jó sorozat volt, abból a szempontból, hogy ezt ugye spanyol ajkú az eredetie. Tehát itt olyan forgatókönyvvezetés volt, itt olyan karakterábrázolás, tehát nem úgy, ahogy mi sokszor magyarok a sorozatokban elképzeljük a melegeket, vagy nem tudom mi micsoda. Igen, tehát igen, mert is... sokszor szokták, hogy mondjam, olyan nagyon olcsón. Igen. Tehát és ilyen elváltozt hangon, nagyon múlik. Igen, és nagyon affektál, szóval tényleg nagyon rátéve, és akkor tényleg az visszatetsző.
És egyébként megjelent egy cikk, amire én borzasztó büszke vagyok, a hogyan jutottunk el, egyébként zárjába jegyzem meg zseniális Bajor Imrétől, aki ugye a Csóközön volt, ő játszott a Melegfodrászt a Szomszédokban, hogy jutottunk el Járai Máté Bencéig a magyar sorozatokban. És ez borzasztó jól esett nekem, hogy mennyit tudott változni a 90-es, 80-as évektől kezdve például a melegek ábrázolása egy-egy sorozatban Magyarországon. Tehát úgy, ahogy a Barátok közben is próbálkoztak ezzel, úgy, ahogy mi a 200 első randiba csináltuk, és most például egy nagyon nagy merészséggel nem vállaltam el egy sorozatot egyébként, amiben szintén egy meleg karakterem lett volna. És valószínűleg én úgy voltam vele, hogy most már elégszer játszottam ezt, tehát én nem szeretném ezt a skatuját, hogy tényleg, amit a Trokán Péter is mondott, hogy az ország melege legyek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy például a 200 első randi kapcsán is kaptam srácoktól levelet, hogy ők emiatt merték felvállalni a szüleik előtt például. Mert hogy a szüleik annyira szeretik ezt a karaktert, hogy ők megmerték mondani, hogy ők is hasonló cipőben és járnak. És az igaz, hogy volt olyan színházigazgató, akinek az első kérdése az volt, hogy meleg vagyok. Igen. Mit választottál egyébként? Hogy ennek köze van-e ahhoz, hogy engem fel fog-e venni ide. És azt mondta, hogy nem, csak azt mondja, hogy szerinte nagyon nehéz nekem szerepet találni. Valószínűleg, mert hogy annyira... Mert nem vagy az öblös hangú hős színész? Igen, hogy nem vagyok egy Sinkovics Imre, vagy nem vagyok az a fajta típusú színész, akit úgy egyből be lehetne kategorizálni. Vagy azt lehetne mondani, hogy igen, ő a hős, ő a nem tudom. Szerencsére azóta a pályámon ezen nem találkoztam, és ez 20 éves koromban volt, tehát ez szerencsére nem most. Azóta soha senki ezt a kérdést szerencsére szakmán belül nem tette föl, vagy legalábbis nem a szemembe. De minden esetre én azt gondolom, hogy mindig megtaláltak azok a szerepek, amik a melegeken túl egyébként, akiket nagyon lehetett szeretni. Tehát én nagyon sokszor játszottam Lesztakovot is egyébként. És ott milyen érdekes volt. A revizorban Lesztakovot, igen. És ugye az is milyen érdekes, hogy amikor megkaptam azt a szerepet, vagy Victor Hugo nevető emberében voltam én, a maga a nevető ember, ugye, akinek felvágták a száját. És ezek gyönyörű előadások voltak, de a közönség nagy része úgy volt vele, hogy a Járai Máté nekünk a szimpatikus legyen. Ne az utálatos, tehát hogy ne egy Lesztakov legyen, aki ugye átver mindenkit ott a városban. Szerintem nem utálatosak Lesztakov, kicsit lapmuszpapírszerűen megmutatja, hogy milyenek. Hát a svihág, de az hát nem utálatos. Hát egy svihág, igen. Svihág, de az kicsit de... lapmuszpapírszerűen megmutatja, hogy milyenek az igazán utálatosak. Igen, na most Magó Berta a rendezésében az én Lesztakovom nem volt szimpatikus azért, tehát korán sem volt szimpatikus. És mégis azt gondolom, hogy nem arra ment a rendezés, hogy ez egy amúgy szeretnivaló fiú, csak kihasználja a helyzetet, hanem ez egy igazi gerinctelen ember volt ez az én Lesztakovom. És én azt gondolom, hogy akkor én azt kaptam meg a nézők többségétől, hogy na de hát, jaj Istenem, már miért kell ilyet csinálni? És akkor mondtam, hogy én gyilkost is boldogan játszanék, nem akarom elkeseríteni. Visszatérve erre az igazgatói kérdésre, hogy te meleg vagy-e. Mondjuk az mennyivel kínosabb, mint amikor nagy nyilvánosság előtt Liptai Klaudia megkérdezi tőled meg a feleségettől, hogy hát mit műveltek az ágyban, és te még el is játszott, hogy nem feltétlenül érted, amikor kvázi fölizgul a feleséged, és kihív. Ami be kell, hogy valljam, hogy az én ízlés határomon megy túl keményen. Aha. Szóval, hogy erről mit gondolsz? Nézd, ez egy szilveszteri műsor volt, amit most említesz. Nekem tényleg nagyon, nagyon közeli hát az, hogy lelkitársam az talán azért túlzás, mert azért nem vagyunk olyan közeli viszonyban, de rendszeresen találkozom a Klaudiával, és nagyon sok ponton érzem azt, hogy kapcsolódik az életünk, vagy a sorsunk, vagy a megmutatkozni vágyásunk. És a Nyerő Páros című műsort, amiben ugye a feleségemmel együtt voltunk, ami tulajdonképpen hozta ezt a tévés dolgot, meg minden, akkor ő rám írt. Noha mi dolgoztunk együtt korábban, de ő erre nem emlékezett. Statisztáltam mögötte még, amikor a Gesztesi Károlyjal csinálták a Gárdos Péter rendezésében a Kapj el című darabot, aminek azt hiszem Mámor volt a címe, és 8 előadást ért meg a Thália Színházban 2000-es évek elején. Na mindegy, és akkor eltelt 20 év, és akkor így a Klaudiával nagyon fölvettük a fonalat, és én nagyon boldog voltam, hogy meghívtak ebbe a műsorba bennünket együtt. És én azt gondolom, hogy az olyan 11 évfél magasságában volt, és nyilván rátértünk nem csak nálunk, hanem egy picit a Gianniéknál és a debreceni Zitáiknál is arra, hogy egy házasságon belül milyen olyan pikáns dolgok vannak, amit azon. De most nyilván miután tudják, hogy mi erről a nyitott kapcsolatról is, és egy csomó mindent vállaltunk arról az életformáról, ahogy mi élünk a feleségemmel, és valóban sokaknak el tudom képzelni, de én azt gondolom, hogy egy szilveszteri szórakoztató műsorban egy ilyen kérdés, hogy ki kezdeményezi kettőtök közül általában a szexet,
Elfogadom, de azt is úgy gondolom, nekem ez például eszembe sem jutott, hogy ez valaki számára bántó lehet, vagy már az ízlés határán túl van. Tehát én nem gondolom, soha nem beszéltem hálószobatitkokról, már ami a részleteket illeti, és nem is tartom ildomosnak, ahhoz tényleg senkinek semmi köze. Itt arról volt szó, hogy ugyanazt a választ adjuk-e, mint a másik. Most nem a műsort akarom megvédeni, én csak mondom, hogy én boldogan veszek részt ilyenben. Igen, annyiban ugye beszéltél, hogy nyitott házasság. Igen. És ehhez az is hozzátartozott, hogy kipróbáltátok, hogy milyen, amikor a harmadik ott van az ágyban. Igen. Igen. És megkérdezték, hogy a harmadik férfi vagy nő, és azt mondtad, hogy volt minden. Igen. Igen. Szóval, hogy mondjam, ez is egy olyan dolog, hogy én... Ezt is sokan mondják, és sokan vádolnak azzal, hogy ez magánügy. Ezt is lehet mondani, hogy valóban így van. Én csak ezzel, ez egy társas műsor volt, amiben erről mi beszéltünk. Ott ugye aznap este az volt tulajdonképpen a feladat, hogy mindenki elmondotta a magánéletéből valami olyat, amiről eddig még nem beszélt. És ugye ez nem volt más, mint ez a bizonyos dolog. Én 23 éve vagyok együtt a feleségemmel, és azt gondolom, hogy a világon a legjobban őt szeretem. De azt is gondolom, hogy az a fajta életforma, hogy mi élünk, ez egy lehetőség, semmiképpen nem egy elvárandó, követendő példa. Én azt gondolom, hogy ilyen is van. Én erről is beszélek szívesen. Nekem ez ellen semmi kifogásom. Én tudom, én ezt értem. Értem. Én csak azt mondom, hogy, hogy nagyon sok olyan dolog van. Hát azt gondolom, hogy mindenki olyan magánéletet él, amilyet akar. Így van. Én is ezt gondolom, csak ugye sokan azt mondják, hogy ez maradjon a hálószobán belül. Noha, ezt én most már tapasztalatból tudom, hogy amikor nekem valaki azt írja, hogy miért nem arról beszélek, ami az én igazi szakmám vagy munkám, tehát a színházról, a színészetről, azért, hát az érdekel, most csak százalékokat mondok, 10 embert, de hogyha a nyitott házasságomról beszélek, az érdekel 10 000-et. Tehát ez a kettő között a különbség. Sajnos ez a szörnyű arány van. Én magam nem is... Nem lenne úgy, egyébként kötelességünk valamelyest javítani az arányon? De nyilván kötelességünk lenne javítani az arányon, és én azt gondolom, hogy minden áldott este azt teszem, amikor kiállok a színpadra, javítok azon az arányon, hogy engem érdemes legyen megnézni színházba legközelebb is, ne pedig arról legyen érdemes olvasni, hogy milyen a nyitott házasságom. Akkor ami is... egyébként szintén egy fontos téma. Tehát amikor szerintem súlykolnak is nagyon egy bizonyos családmodellt, akkor igenis fontos arról beszélni, hogy de hát létezik más. És akkor mindenfélét kapunk, betegek vagytok, undorító, hogy képzelitek én ebbe sose, hogy mit szólsz, a feleségemnek is olyanokat írnak, de hát hogy mondjam, ezért szóval, is lehetsz te megosztó személyiség. Hát ez is a része, oka. Igen. Aha. Miért beszélek ön a szüleim alkoholizmusáról? Nincsenek itt, nem tudják megvédeni magukat. Miért beszélek a nyitott házasságomról magánügy? Miért beszélek az idegösszeomlásomról? Kire tartozik ez? Tehát, hogy olyan dolgokat vállalok föl, amikről azt gondolom, hogy nekem segítettek annó, amikor én nehéz helyzetben voltam. Például, amikor egy olyan színésszel vagy ismert emberrel olvastam interjút, aki szintén volt olyan helyzetben, hogy egy kicsit összekuszálódtak a szálak körülötte, és fizikailag legyengült. Hát a Szabó Győző megírta most a drogozás. Hát a toxikoma, hogy máshova nem. Na én is ezt gondolom, tehát hogy ezekről a dolgokról igenis lehet beszélni. Tehát én csak azt ne, hogy mindig a kirakatban mosolunk 32 foggal, 38 szűrővel, és azt gondoljuk, hogy ez az élet. Ez is az élet. És igenis vannak illúziók, amiknek helye van, hogy ott meg van színezve egy újság címlapján, és több haj van nekem rajzolva, mint ami valójában van. Tehát olyan van. És akkor azt mondom, hogy igen, én még vagyok egy jóképű ember, arra a fotó erejéig. De aztán ott van az is, hogy 19-ben meg alig bírtak engem összeszedni, hogy vissza tudjak menni forgatni. Mert mi történt konkrétan? Konkrétan az történt, hogy én hónapokon keresztül ez a bizonyos 200 első randit forgattam, hajnali 4-es kezdés volt, mert ugye a színészek nagy többsége szerencsére olyan ember volt, akik valóban a pályáról voltak, tehát rengetegen dolgoztunk színházban. Többünk vidéki színész volt. Tehát 10-re kellett menni próbálni. Tehát vagy 10-re kellett menni próbálni, vagy ami nehezebb ügy volt, hogy este játszani kellett menni, igen, de ahhoz nekünk 4-kor el kellett indulni, igen, egy vidéki nagyvárosba. Volt, aki Miskolcon játszott, volt, aki Győrben, mint aha, én akkor, stb. És ebből az lett, hogy hajnali 4-kor kellett kezdeni, de hogy meglegyen a 12 óra, délután 4-ig dolgoztunk, hajnali 4-től délután 4-ig. Tehát nem is hajnali 4-es kelés, mint a reggelinél, hanem... 2:20-kor, tehát gyakorlatilag le sem feküdtem, de úgy, hogy utána elmentem játszani esténként, 2 úrszolgáját, például emlékszem erre Funtek Frigyes rendezésében, 2 úrszolgájában voltam én a Trufaldino, ugye a címszereplő gyakorlatilag, és hát az, aki ismeri a Goldoni, szerint rohangálni kell, mert ugye abban az a trúvája, hogy itt bukfencezik, ott eldobja, ott csinálja, stb. Pörög, forog, ott van, intézi a szálakat, stb. Tehát ez egy ilyen nagyon virgonc főszerep. Szóval ott az nem egy csehovi művel ülünk és mélyeket beszélünk, az is nagyon nehéz félrejtés, ne esik, csak hogy ez fizikailag is még egy megterhelő. És azt játszottam esténként, de úgy, hogy 4-kor vége volt a forgatásnak, beültem az autómba, ugye nem volt sofőr, mert napi sorozatnál nem jár feltétlenül,
levezettem Győrbe, vagy felvezettem Győrbe, hogy a győriek szeretik, ha mondjuk, mert hogy hiszen az Budapesthez képest fönt van. Tehát én elmentem Győrbe, lejátszottam a 2 óra szolgáját, 10:30-kor beültem az autómba, hazaértem 11-re, lefeküdtem 11:30-kor, és 2:20-kor csörgött az órám. Na, én ezt hónapokig csináltam, úgyhogy 35 előadásom volt, plusz mellette ugye Tolnai Bencét eljátszottam, és akkor és közben meghalt a Járai nagyanyám, aki nekem nagyon fontos és közeli személy volt a családból. És pont emlékszem, hogy az Egerek és Embereket próbáltuk, és főpróba hetem volt, és még volt egy 2 óra szolgálja előadásom, és abban én a George voltam, a George és a Lenny a két főszereplő, a Lenny ugye a nagy darab bugyukta, a Bufordi fickó, aki ugye a legjobb barátja George-nak, és oda-vissza, és ugye azt szerintem az egyik legszebb mű a szeretetről, az Egerek és Emberek, és én azt nagyon vágytam játszani. És például abban a darabban csak is kizárólag azért tudtam jó lenni, mert olyan mentális állapotban voltam, hogy egyszerűen nem tudtam arra figyelni, hogy én hogy játszom, csak minden egyes este túléltem. Ettől viszont olyan egyszerű voltam, és jól közlékeny. Hát ezt állítólag a Töröcsi mondta neked, igen, hogy te valami olyat tudsz, amit igen, csak ő, igen, ahogy ő hogy csak úgy igen, vagy a színpadon. Igen. Hogy anélkül, hogy bármit, egyébként ő ennek tényleg a mestere volt, hogy csak ült egy széken, ült, nézett maga elé, és azt is érdekes nézni. Tehát a jelenlét, mint olyan, hogy nem kell csinálni ahhoz valamit, hogy te érdekes legyél a színpadon, hanem gondolataid pontosan ott vannak. Ő látta egyébként ezt a bizonyos Kripli előadást, amikor fölhoztuk a Táliába vendégszeretni. Az volt az egyetlen előadás, igen, amit már... Vagy igen, izé, igen, és rengeteg tévéműsorban látott egyébként engem, és hallott énekelni, és volt egy gála, amit én vezettem, és ő vendég volt ott. És akkor együtt elénekeltük, hát szinte együtt elénekeltük, az egyiknek sikerül, a másiknak nem. És akkor ő azt mondta, ott elsírta magát egyébként ezen a bizonyos gálán, és azt mondta, hogy én nem azért sírok, mert én még nem láttam tehetséges embert. Nem azért sírok, mert én ebben a fiúban nem bíztam, hogy valaha bármi is lesz belőle. Tehát, hogy, hogy a bizalom hiány, tehát, hogy a bizalmamat soha nem kapta meg. Ő azért sírt akkor ott, és nekem ez elég is volt. Tehát én nem várok tőle bocsánatot, hogy ő nekem nem segített. Nagyon más világ volt már akkor, amikor ő segíthetett volna. Hát itt ő maga is tudja, hogy egy telefonjába került volna, hogy engem felvegyenek a színművészetire. De ő egyszerűen azt mondta, hogy ezt nem. Na mindegy, és akkor a lényeg az, hogy eljött a Táliába, és ő azt mondta, hogy nekem a legérdekesebb pillanat az volt, amikor te ültél oldalt. Nem is te voltál a lényeg, hanem a színpad elején beszélgetett a két nagynénimet játszó színésznő, kvázi két öreg asszony, ültek elől, és rólam beszéltek. Én pedig ültem a sarokba, és egy könyvvel a kezemben nem a könyvet néztem, hanem magam elé. És ő azt mondta, hogy ott lett számára világos, hogy nekem ez az utam, hogy minden pillanatban tudta, hogy mire gondolok. Minden másodpercet tudta, hogy mi a viszonyom a nőkhöz, arról, amit gondolnak, amikor elmosolyodom, amikor rólam beszélnek, amikor a darabéli szüleimről beszélnek, akkor könyvbe lábadt, tehát hogy minden pillanatban tudta, és követni tudta rajtam az eseményeket. Nem a két nőn, akik elől fénybe beszélgettek, hanem én a félsötétbe oldalt, azon a bizonyos sámlin, amin ültem egy könyvvel a kezembe. Tehát, hogy most már nem feltétlenül kell nekem a revű lépcső ahhoz, hogy azt hiszem, hogy érdekes tudjak lenni. Tehát nem kell nekem elől középen bejönnöm egy flitterekkel teli smokingba, és azt énekelni, hogy welcome, bienvenue, welcome. Mert csak akkor vagyok érdekes, nem. Hanem azt hiszem, hogy most már van annyi hitem abban, amit csinálok, hogy van, hogy csak leülök, és nem kell szólnom feltétlenül. Tehát nem kell most már az első sor közepén állnom, ahogy nagyon sokáig éreztem, hogy csak ott a jó. És akkor te most rendben vagy magaddal, meg a szakmával, hát nagy vonalakban, vagy ilyet soha nem lehet mondani? Nem, ilyet soha nem lehet mondani, és nem is vagyok az a típus, aki olyan hosszan megül és veregeti a saját vállát. Azt hiszem, hogy egy jó időszakban vagyok még most, amikor érdekes az, amilyen vagyok, vagy érdekes lehet az, ahogy élek, vagy érdekes lehet az, amiket játszom, vagy akikkel dolgozom, vagy ahol dolgozom, vagy ahogy dolgozom, ez érdekes, de én mindig az örök elégedetlen típus vagyok. Tehát ha azt mondod, hogy megtelt rám a Víg Színházok, azt mondom, hogy jó, de miért nem telt meg rám az Erkel Színház, és akkor te azt mondod, hogy megtelt rád az Erkel Színház, akkor miért nem a BS-be vagyunk. Szóval hogy mindig van bennem egy ilyen, hogy mindig több kell és nagyobb, ami persze egy ideig előre viszi az ember, csak sokkal többször kellene tudnom megveregetni a vállamat. Ma például azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon, nagyon jó napom van, mert reggel a reggeliben kezdtem
volt egy előadásom, és most itt beszélgetek vele. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy ez így azért eléggé rendben van. Tehát, hogy az is egy jel, hogy te kíváncsi voltál rá, mert azt gondolod, hogy a mi beszélgetésünket sokan meg fogják nézni, mi remélem, hogy így lesz. De hogy ezek mind a jelek, vagy az, hogy meghívnak engem egy olyan műsorba, ahol előttem a számomra legcsodáltabb színészek voltak. Szóval, hogy ezek ilyen nagyon jó dolgok, és ezek visszajelzések is abban, hogy nekem ez lett az utam. Tehát én nem választhattam azt, hogy majd a színművészetén keresztül én leszerződök először a József Attilába, aztán átszerződöm a Víg Színházba, és aztán végül, nem tudom, átveszem az érdemes művész díjat, és egyébként eljátszom a harmadik Richárdot, hanem nekem az az utam lett, hogy egy picit másképp kell engem megismerni, tehát egy picit úgy fordítva lett. Nem ismerünk egy színészt, akit a médiába aztán beemeltek, hanem engem valamilyen szinten megmutatott a média, és hát, ha most színészként is érdekes leszek. Hát akkor további jó utat a pályádon, és nagyon nem bántam meg, hogy meghívtalak. Nagyon-nagyon köszönöm a beszélgetést, nagyon jó lesz. Én is köszönöm, önöknek is köszönöm, ha néztek minket, viszontlátásra.